Sziasztok, Ádám vagyok, a tech2.hu-t nézitek, ez pedig itt az új VTEC X100 QCR tablet, a gyártó új készüléke, ami az első 4 magos processzorral megjelent modell, illetve ez Retina kijelzőt is kapott. Ez pontosan mit jelent, mindjárt megnézzük, majd először ránézzünk a hátoldalán, hogy mi a rendszer összetevőinek alapja. Android 4.1-et kapott, 9,7-szoros IPS kijelzőnk van, 2048x1536 pixeles felbontással, Rockchip 3188-as 4 magos processzor van benne, 2 giga RAM-ot kapott, 16 giga háttértárat, van beépített Wi-Fi, Bluetooth, microSD slot, két kameránk, HDMI-nk, OTG-nk, és nagyjából ennyi. Mindjárt meg is nézzük, hogy hogy néz ki a tablet élőben. Itt van szokásos szíven felül a készülék. Itt van egy jótállási jegyünk a VTEC-től. Kapunk egy rövid használati útmutatót. Van egy micro USB-USB OTG átalakító kábelünk, egy fehér színű adatkábelünk, valamint egy picit csúnyább fekete színű töltőnk, picit kilóg a tartozékok sorából. Ez 2 amperrel és 12 volttal tölti a készüléket ezen a kis vékony csatlakozón keresztül. És akkor megnézzük magát a tabletet, ami a legérdekesebb, legfontosabb, úgymond. Itt van a 9,7-szoros kijelző, amelyet fehér színű keret vesz körbe minden irányból. Felőre került egy, ha jól emlékszem, 2 megapixeles kamera. Alul nincs semmilyen csatlakozó. Oldalt itt már annál több minden van. Úgyhogy szépen megnézzük, legalul van egy hangszórunk. Itt a 3,5 mm-es jack csatlakozó, a mikrofon, a töltőcsatlakozó, micro USB, itt található a mini HDMI, itt pedig egy micro SD slot van, legfelülre pedig a bekapcsoló gomb került. Felül van egy hangerőszabályzó gomb, illetve itt van egy menügomb, aminek sok értelme igazából nincs, de rákerült. Tehát amit itt talán videóban kevésbé jön át, az az, hogy ezek a gombok eléggé lötyögősek, tehát annyira nem stabil a nyomáspontjuk. Lehet nyomni, de tényleg egyszerűen lötyögnek a házba sajnos. Erre az oldalra is került egy hangszóró, ide alulra, illetve itt egy mikrofonunk van még. Maga a készülék unibody alumínium házba került, így az oldala, illetve a hátulja is teljes egészében alumínium, és ott van rajta itt egy fólia is pillanatnyilag. Itt hátul van a második kamera, és nagyjából ennyi a hátlapi komponensek sora, tehát más nem kapunk. Egy feliratunk van még itt, ami jelzi, hogy milyen készülékről is van szó. Ez volt tehát a VTEC X100 QCR tablet kicsomagoló videója. Kövessetek minket továbbra is a tech2.hu-n. Sziasztok!